Kedves testvérek, ha meghallgattuk azt a mai két olvasmányt, lássuk, hogy a Jóisten nincs megelégedve ezzel a világgal. Hát ugye Mózesnek mit mond? Látom népem nyomorát, szóval sok bajt, nehézséget. Menj, vezess ki arra a földre, amit mutatok nekik, a rabszolgasság földjéről, az ígéret földjére. És akkor Mózes elkezd vacilálni, de én nyökögök, én nem is tudom, hogy menjek én a fáraóhoz. És akkor van az, hogy de dobd el ezt a botodot. Kígyóvává, fogd meg a farkát. Tehát, hogy mondjam, bátorítsa az Isten Mózest. Lelkesíti. Erőt önt belé. És végül, ugye Mózes mondja, de egyedül nem tudja megcsinálni. Ott van Áron, melléd adom. Majd te elmondod, eldadogod, ahogy tudod neki, ő majd elmondja a fáraónak szépen, ünnepélyesen. Old meg a problémát. Hát az olvasmányban, az evangéliumban is ugyanez van. Látja Jézus Krisztus népnek a gondját, a baját, a szomorúságát, mindenféle nehézséget. Összegyűjti a 72 tanítvány, most nem csak egy Mózest, hanem ott vannak az apostolok, a tanítvány, na menjetek kettessével, hármassával, szépen, vigasztaljátok a szomorúakat, bátorítsátok a csüggedőket, gyógyítsátok a betegeket, oldjátok meg, tegyetek jót. Ha megnézzük, a képlet ugyanaz. Ne félj, fogjatok össze, és old meg a problémát. És igazából nem csak, hát hogy mondjam, a Szentírásban van ez így, ott van például Hunyadi János. Nem fél. Biztos, hogy mint ember, ő is érzi a török seregnek a nyomását, ugye most július 22-én emlékezünk meg, ezekben a napokban folyt Nándorfehérváron a csata. Tudjuk jól, hogy 1453-ban elfoglalják a törökök Bizáncot. Ez olyan óriási hadi cselekedet volt, mintha most valaki megszállná New Yorkot, vagy valami hasonló. Tehát óriási dolog volt. Törökök büszkék is voltak. Szultán egyenesen kijelentette, hogy egy Isten van az égbe, egy király lesz a földön. És az én vagyok. És persze óriási sereget toboroz, ágyukat öntet, felkészül alaposan, tehát semmit nem bíz a véletlenre, és elindulnak, ugye az akkori autópályán, hát az a Duna volt, nem voltak más útak, több mint 200 hajóval, ágyukkal, megrakodva, lovak, katonák, minden, és elindulnak. És útközben ugye ott van Nándorfehérvár, az a Dunára épült vár, erődítmény volt. És hát ugye azt nem lehetett kikerülni, a hajó ott ment el alatta, hát szépen ők lehorgonyoztak, összekötötték a 200 hajót lánccal, hogy nehogy az ellenségüket megle, és nyugodtan nekiálltak a várat megostromolni. Kirakták az ágyukat, elkezdték lőni. Hát ugye abban az időben már a lőfegyver sokkal fejlettebb volt. A várat régebb építették. Magas, hosszú, keskeny, szép falak, de ahogy Kapisztráni Szent János titkára írja, hogy 10 nap alatt homokozót csináltak a várfalból az ágyuk. És képzeljük magunk elé ezeket a védőket, hogy a halál torkába hogy dobogott a szívük, mennyire félhetek. És Hunyadi János összeszedte a Dunán halászcsónakokat. Egy nagy hajója volt. De amit tudott, mindent mozgósított, a rácokat, székelyeket, mindenkit hívott magával, és neki törtek a hajó akadálynak. És feltörik a védelmi vonalat. Egész nap folyik a harc, azt írja, hogy sok jó harcos halak eledele lett azon a napon, de végül sikerül felgyújtani a
a török hajókat áttörik a láncokon, és Hunyadi be tud vonulni Nándorfehérvárba. Korabeli írók meg is jegyzik az ő beszédét. Ne féljetek, azzal kezdi ő is, mint a mi Urunk Jézus Krisztus. Ne féljetek. Láttunk mi már töröket, eleget, futni is, mindenfélét. Le tudjuk győzni. Bízzatok magatokba, bízzatok Jézus Krisztusba. Igen. Lelkesítő beszéde áttüzesíti az emberek szívét, megfogják a kardjaikat, a fegyvereiket, és a várba betörő törököket visszaverik. És elindul, ugye, súlyos harcok vannak. 15-én volt, amikor feltörték a ostromzárat, és bement Hunyadi a várba. 22-én van a végső csata. Törökök elindulnak, és Kapisztráli Szent János a keresztesekkel oldalba támadja őket. Ezzel is érdemes elgondolni, januárban érkezett valamikor Kapisztráli Szent János ugye Magyarország területére, és egy pár hét hónap alatt összeszedett közel 30 000 katonát. Úgy mondtam viccesen, hogy mondjam, tudtak akkoriban prédikálni. Én akár, hogy mondjam, itt körbejárhatnák 2-3 hónapig Balaton környékén, hogy sörözni. Nem vagyok biztos, össze tudnék szedni 30-40 000 embert, nem? Ő összeszedte, és rá is eresztette a törökökre. Persze ők azt gondolták, hogy ezek, gyenge harcerői csapatok könnyen hamar legyőzik, és tényleg rájuk rontottak az egészen. És Hunyadi kihasználta ezt az alkalmat, az ágyuk magukra maradtak, kitört a várból, senki nem gondolta, hogy ellentámadás lesz. És hát ugye elfoglalja a tűzszerészeknek az ágyúit, és abba a helybe törökök ellen fordítja. Véres csata volt, maga a szultán is komolyan megsebesült, elájult, és visszaindult az a dicső, hatalmas török hadsereg, amely elfoglalta Bizáncot, amely világ ura akart lenni. Hát, Hunyadi János seregeitől megfutamodva, az éleple alatt, mindent hátrahagyva, sebesülteket, mindent elmenekült. Igen, testvéreim, én azt gondolom, hogy Jézus Krisztusnak ezt a jelmondatát ne félj, fogj össze, és old meg a problémádat, győzz le az ellenséget, meg kellene tanuljuk. Mert, hogy őszinte legyek, mai világban is biztos, hogy sok probléma van, gond van, akár lehet a te családodba, kis közösségedbe, egyházközségedbe. De a népünk nagy családjába is vannak gondok, bajok, nehézségek. Ne add fel! Ne mondd azt, hogy kicsi vagyok, gyenge vagyok. A mi Urunk Jézus Krisztus egész biztos azt szeretné, hogy te is a magad kis rabszolgasság földjéről menjél az ígéret földjére. Hát egy szülő mi mást akarhatna az ő gyermekének, mint hogy jókedve, erőbe, egészségbe, békességbe élhesse életét, nem? Számomra több mint 6 000 gyereket fogadtam be, de mikor látok egy gyermeket szenvedni, vagy nehézségek között lenni, érzem, hogy cselekednem kell, oda kell menjek, oldjam meg. Sokszor eléggé macerás egy-egy ilyen gyereknek a befogadása, nevelése. De ilyenkor mindig eszembe jut Mózes, a mi Urunk Jézus Krisztus, de Hunyadi János, de én azt gondolom, hogy Kilizsi Pál is eszünkbe juthatott. Ő se arról híres, hogy nehézségek elől megszalad. Bátran kiállt, és harcait megvívta. Nem kereste az ellenséget, de ha jött, akkor szembeszállt vele. És ugyanezt kell tegyük mi is, testvéreim. Nem kell keressük a bajt, de ha ott van, ne fussunk el. Bízzunk egymásba. Merjük egymás kezét megfogni.
Ma mondtam, ugye, hogy igazából minden ember körülbelül 100 trillió sejtből áll. És körülbelül 10-szer ennyi mikroorganizmus van bennünk, rajtunk, körülöttünk. Egy hatalmas összefogás az ember. Ez a sok-sok mikroorganizmus önálló életet él. Mindegyik szaporodik, anyagcseréje van, táplálkozik, éli a maga életét. Egy vörös vérsejt élete, azt mondják, 21 nap átlagban. De az önálló életet él. De lám-lám, ez a sok parányi entitás együtt, közösen, hát hogy mondjam, itt áll önök előtt és prédikál, nem? Döbbenetes. Nem külön-külön, hanem összefogás, közösség. Bízzunk egymásba, bízzál a férjedbe, a feleségedbe, gyermekedbe. Üljél le vele beszélgetni. Ugye a mennyei atya leül Mózessel beszélgetni, és ha hosszan olvassák a Szentírásnak ezt a részét, egész komolyan elbeszélgetett. Jézus Krisztus közénk jön, párbeszédet folytat velünk. Én annyira szeretem magam elé képzelni, hogy esténként Jézus Krisztus ég a tűz, ott vannak az apostolok, megbeszélik a nap eseményeit, hogy volt, mint volt, holnap merre megyünk. Ha Nagy Istennek van erre türelme, ideje, azt mondják, hogy átlagban Magyarországon 4,5 percet beszél egy szülő a gyermekével. Átlagban naponta. Nagyon kevés. Én mennyit beszélek a feleségemmel, a férjemmel, plébánosommal, polgármesteremmel? Szoktam leülni? Olyan jól esett, ugye errefelé jövet, hát mondtam Tamásnak, álljunk meg, én ugye úgy van, hogy a mise előtt nem csak ételből és italból kell böjtöt tartani, hanem beszédből is. Szeretek egyedül lenni, elcsendesedni, egy kicsit a gondolataimat összeszedni. Olyan gyönyörű ez a vidék, mondom Tamásnak, álljon meg, egyet szeretnék sétálni. És el is indultam. És hát hogy mondjam, olyan jó volt, mentem legalább egy kilométret el, és ott, itt-ott láttam egy-egy tanyát, de nem volt sehol senki. Az egyik tanya előtt ott áll egy ember, és azt mondja, dicsértessék, atya, hozzánk jött. Hát mondom, nem éppen, de na hát egy pohár borra jöjjön be, üljünk le. Hát mondom, hát misére készül, jöjjön inkább maga velem, nem tudom miféle. De olyan jó volt. Meg ezer idegen ember megszólított. Persze leültem egy kicsit a ház elé, pohár vizet elfogyasztottam. Jó volt találkozni. Merjük egymást megszólítani. Merjünk egymásra rámosolyogni. Merjük egymás kezét megfogni. Merjük elmondani a másiknak a gondjainkat, bajainkat, nehézségeinket, elképzeléseinket, ötleteinket. A mi Urunk Jézus Krisztus egészen biztos nem küldte volna az apostolait, ha lehetetlen lett volna az a feladat, amit eléjük tár. Én nem hiszek egy olyan Istenbe, aki egy utópiát kergettet velünk. Mózesnek is az Úr azért szólt, mert mellé állt, segített. És tudta azt, hogy igen, képes ez a Mózes, kicsit dadog, kicsit félénk, kicsit ijedős, de képes elvezetni az én népemet a rabszolgaság földjéről, az ígéret földjére. Te is, gyermekednek, nem adsz olyan feladatot, amit ő ne tudna teljesíteni. Ha azt mondod, hogy menj és nézz oda hozzá egy kenyeret, adsz zacskót, táskát neki, pénzt is adsz. Részletesen elmondod, hogy merre menjen. És hát sikerélmény kell a gyereknek. És megdicséred, amikor hazajön a kenyérrel, nem igaz? Nem adsz olyan feladatot, ami meghaladja a gyereknek a képességét. És tudod, hogy azáltal, hogy a feladatát teljesíti, ügyesebb lesz, erősebb lesz,
bátrabb lesz. És azt gondolom, ugyanígy a mennyei atya is ad nekünk feladatokat. Kárpát-medencébe. Összefogás. Mondtam, hogy ugye nehéz idők jönnek, egészen biztos. Háború van, gazdasági krízis, nehézségek lesznek. És ilyen időkben fontos az összefogás. Én olyan szomorúan láttam, hogy ugye a délszláv helyzetben, hogy népeket milyen könnyű egymásnak ugrasztani, vagy Ukrajnába. Az ember úgy nem is jó, hogy higgye, hogy két testvér népet így egymásnak lehet uszítani. Milyen jó lenne a Kárpát-medencébe élő népek közt, több lenne a párbeszéd. És gondolkoztam, hogy ki volt az, aki összetudott gyűjteni bennünket. Hunyadi János. Valóban. Ugye 1456. június 29-én, hát már a nagyjából Nándorfehérvár alatt voltak a török seregek, pápa rendeletet adott ki, hogy Európa minden templomába délbe szóljanak a harangok. Nagy baj van, veszélybe van Európa. Imádkozzanak az emberek, fogjanak össze, és menjenek, álljanak katonának, védjék meg a Európát. Azóta szól a délben a harang. Azóta hirdeti azt, hogy igen, ez a világ nem tökéletes. De tökéletes lesz, ha összefogunk, ha nem félünk, ha felvállaljuk a feladatainkat. Ma is szólt a délben a harang. És ezért én úgy gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha lenne egy ilyen nagy nemzeti ünnep, a déli harangszó ünnepe. És milyen jó lenne, ha azt nem csak mi magyarok, hanem a románok is, szerbek is, csehek is, lengyelek is, olaszok is, mindenütt szól a harang. Milyen jó lenne, ha nem csak Budapesten szavazná meg a parlament, hogy déli harangszó ünnepe, hanem Európa többi országának a parlamentje is. Milyen jó lenne, ha évente legalább lenne egy nap, amikor egy asztalhoz ülhetünk, amikor együtt, közösen ünnepelhetünk. Ezért is kértem a kedves nővéreket, hogy olyan gyönyörű, szép szerb, román, horvát, lengyel, Mária énekek vannak. Tanulják meg a gyerekekkel. És most nem, a mis szentmisén ezeket el is fogják önöknek énekelni. Egyek vagyunk. Összetartozunk. Együtt, közösen tündérkerté tudjuk tenni Kárpát-medencét. Együtt, közösen Isten országát tudjuk építeni. De ha egymás torkának esünk, ha nem bízunk egymásba, akkor kőkövön nem marad. És nem csak Kárpát-medencébe, hanem ezen a nagyvilágba. Adná az Isten tényleg, hogy minden egyes áldott nap, mikor meghallom a déli harangszót, tegyem le a fakalanat, vagy azt a szerszámot, ami a kezemben van. Mondjam a feleségemnek, férjemnek, gyere szívem, imádkozzunk együtt a kollégákkal, ne szégyeljük. Teréz anya mondta, hogy akik együtt imádkoznak, azok együtt is maradnak. Ne szégyeljünk délbe elmondani a református egy mi atyánkot, a katolikus egy úrangyalát, üdvözlény Máriát. Nem az a lényeg, hogy mit, hanem az, hogy imádkozunk. Bízunk az Istenbe. És én azt gondolom, hogy képesek vagyunk megújulni. Egészen biztos, a Jóisten nem vágott marháknak teremtett bennünket ezen a földön. Isten gyermekei vagyunk. És minden atya azt akarja, hogy az ő gyermekei növekedjen, kibontakozzon. Olyan szépen mondja már a Szentírás, hogy Isten a megroppant nádat nem töri el. A pislákoló mécset nem olcsa ki. Ő azt akarja, hogy életünk legyen, és életünk bőségbe legyen. Azt akarom, mondja Jézus Krisztus, hogy az én örömöm a ti örömötök legyen, és örömötök teljes legyen. Nem vagyunk fakírok. Nem szenvedésre születtünk erre a világra, hanem arra, hogy egymást lelkesítsük, bátorítsuk, félelmet elűzzük magunktól, összefogjunk,
és együtt, közösen a feladatainkat megoldjuk. Nem tudom. Ha egyet értenek velem, akkor felállnak. Ha nem, akkor maradjanak ülve. Lássuk, hogy milyen eredményes volt a beszédem. Hát aki tolószékes, annak nem muszáj felálljon. Nagyszerű. Csendesedjünk el, és imádkozzunk az Úrhoz.